Ez a film igaz történet. Rendőrfőkapitányság, Róma, 1984. Egy férfit megfojtani nem gyerekjáték. Először is kell hozzá 3-4 ember. Erősek. És nem úgy megy, mint a filmeken. Nem csak néhány másodpercig tart. Tarthat 5-6. 10 percig is. Miért döntött úgy, hogy beszél? Beszélek, de egy valamit meg kell értenie. Nem én árulom el a maffiát. A maffia árult el engem. Megölték a két fiamat, a bátyámat, az unokatestvéremet, a vejemet. Szicíliának leginkább az illata hiányzik. A narancsligetek, a citrom, az olajfák, a tengeri levegő. Csak hogy abba az illatba előbb vagy utóbb hullaszag keveredik. Hullaszag, amikor a maffia rendőrfőnökeket, bírókat, állami alkalmazottakat, a szicíliai régió elnökét, újságírókat, szenátorokat, rendőröket. Hány kiváló ember halt már meg? Mindent elmondok önnek, Falcone bíró. De meg kell értenie, hogy ezzel ön számlát nyit a maffiánál, Totorinánál, amelyet csak a halálával rendezhet le. Így is hajlandó folytatni? Igen. Akkor mondja el, mi hozta ide? Hogy? A Cosa Nostra azokat az államiakat öli meg, akiket az állam nem véd meg. Tudnom kell, hogy támogatja-e a környezete. Különben hogy tudna megvédeni engem? Favignana, Szicília, 6 évvel korábban. Újlaki Dénes, Végvári Tamás, Falcone. További magyar hangok: Szacsvai László, Pápai Erika, Kőszegi Ákos, Újréti László, Vándor Éva. Zene Michael Tavera. Fényképezte Alessio Giazzini Torresi. A forgatókönyvet Alexander Steele regénye alapján írta Peter Proust. Rendezte Ricky Tognazzi. Giovanni! Tudod, mióta kereslek már? Mi baj? Azt hitted, megöltem ma? Amennyit te dohányzol, csak idő kérdése. De Kinichi előtt ne bagózz. Ő most szokott le. Megkaptad az állást. Palermóba jössz.
Uralkodj magadon. Ugyan, Giovanni, ez fantasztikus, új életet kezdhetsz. A főnököm miatt hagyott ott Paolo. A főnököm miatt. Ha a főnök szemét, az egy dolog, de ha elcsábítja a feleséged... Figyelj, miért nem kapunk be valamit? Azt mondja, neki van valami, ami nekem nincs, szíve. Hideg vagyok, Paolo. Bekapunk egy sertésbordát, ahogy gyerekkorunkban. Hideg vagyok, Paolo. Hideg? Te? Igen, általában. De a barátaiddal nem. Én végeztem a nőkkel. Ó, ugyan már, nem mondod komolyan. Kérlek, zárjuk le ezt a témát. Jó. Figyelj, nekem vissza kell mennem Palermóba. Majd felhívlak. Paolo! Igen? Köszönöm. Palermo igazságügyi palota. És mit mondott? Á, ne is mondd! Kiborított! Az egy megbízhatatlan alak. Ha kell valami, azt három példányban igényelheti a megfelelő űrlapon. Hol van űrlap? Már igényeltünk. Giovanni Falcone, csődbíróság. Quincy államügyész. Kölcsönadna egy széket, ami keritek magamnak? Nem, sajnálom. Nekünk is kell. Viszlát. Pecorelli, menjünk. Köszönöm. Giovanni! Bemutatom, Rocco Kinics, itt az irodavezető. Köszönöm, hogy lehetőséget adott. Ó, ugyan, az életrajzának köszönheti. És persze Paolónak. Állandóan önt emlegeti. Tehát, ha bármire szüksége lenne... Az a helyzet, várjon, hogy... azt otthonról kell hoznia. Miután szerzek otthont. Hány éze már talált neked lakást. Örökbe fogadtam. Kaphatnék ki? Ez volt az utolsó. Szóval, örülök, hogy itt van. Hello. Hello. Én Francesco Messina, egy emeleten dolgoztok. Örvendek. Örvendek. Sokat hallottam önről. Giovanni, kaphatnék egy cigit? Az enyém elfogyott. Mi ez? Görgő, a székemre. Ez a hálószoba, azt hiszem. Nos, tetszik? Tetszik, Anita. Habár egy személynek túl nagy. Az mindig változhat. Ó, Agnese. Nem érdekel. Nem normális, hogy egy férfi egyedül legyen. Keserű emlékeket fog felidézni. Giovanni, ezt hova tegyük? Mindegy, csak ne legyen itt. Mi is rajta vagyunk. Akkor tartsd meg. Jó. Megmondtam, miért kellett elhozni? Jól van, tényleg. Üljön be! Vigyázzon a fejére! Cassara! Cassara! Cassara, bíró, hány mafiózót tartóztattak le? 55-öt. Így ez az elmúlt évtized egyik legnagyobb maffia ellenes akciója. Van elég bizonyíték az elítélésükhöz? Nem nyilatkozom. Cassara, bíró, csak még egy kérdés! Törvény az törvény. Mit képzelnek ezek? Ez felháborító.
Mit képzelnek ezek? Ez felháborító, ki hagyta jóvá? Nagyon megütik ezért a bokájukat. Magyarázatot követelek, erre nincs joguk. Feltűnt már, a mafiózó nem lehet megkülönböztetni az ügyvédjétől. Mint a kutyák, mind olyan, mint a gazdája. Ha nem fejezik be, magukat is letartóztatom. Mi folyik itt, Quincy bíró? Megnéztük a bizonyítékokat, de úgy tűnik elégtelenek. Maga az elégtelen. Adjon egy tollat. Sajnálom, nálam nincs. Ezt nem tehetik. Ezt nem tudjuk elfogadni. Mit képzel? Ő írta alá, nem mi. Elnézést, Costa bíró. Annak a dolognak reggel a folyosón. Nem szabadott volna megtörténnie. Minden nap megesik. Tud megoldást? Ha? Megoldást a közömbösségre? Az árulásra? Én csak most érkeztem. De hallottam, ön bátor ember, és megérdemli a támogatást. Szeretném felajánlani az enyémet. Hogy hívják? Giovanni Falcone. Holnap jöjjön be az irodánkba. La Casában születtem. A maffia tőszomszédságában nőttem fel. Együtt játszottam a gyerekeikkel. Egy levegőt szívtunk. Jól ismerem őket. Na, mellesleg, ez az öné. Tartsa meg. Mondták magáról, hogy egy precíz ember. Érdekelni egy maffia ügy? Hogyne? Tisztában van a veszéllyel? Persze. Vigyázzon, kiben bízik. Vigyázzon, kivel beszél. És hogy kiket választ barátnak. Akik körbeveszik, azok álljanak maga mellett. Máskülönben, ha a csata elveszett, akkor el lesz szigetelve. És akkor megölhetik. Már csak 6 hónapon van hátra a nyugdíjig. Leggyakrabban itt alszom. A feleségem még elvétve se lát. Ön házas? Nem. Helyes. Jó. Köszönöm. Palermo, Ucciardone börtön. Nagyon örülünk, hogy ön kapta az ügyet. Úgy hallottuk, a tisztességéhez nem férhet kétség. Ha az ügyfelei ártatlanok, úgy szerencséjük, hogy én kaptam az ügyet. De ha bűnösök... Sose hallotta a maffia szót? El tudnám mondani, hogy egy ember, akinek csak 4 általánosa van, hogyan lesz 50 hotel tulajdonosa? Járok templomba. Nem hiszek a csodákban. Megmondtam, hogy nem tudok semmit arról a repülőről. Itt az áll, hogy március 2-án vett rá jegyet. Merő véletlen lenne, hogy a gép 10 kiló heroint szállított? Tudja, hány repülő szállít heroint? Nem. Hány? Nem tudom. Merő véletlen, hogy éppen azon a napon utaltak át magának 200 millió lirát? A heroin pont annyira kerül. Ez véletlen. Ez az enyém. Véletlenül utalt át neki 52 milliót júliusban, 51 milliót októberben és még 49-et novemberben? Szicíliában a legtöbben igyekeznek minél kevesebb vizet zavarni. Ön miért akar mindenáron bajt keverni? Nem volna kedve inkább nekem dolgozni? Van állásom. Ezért van maga itt. Ha legközelebb kimegy a mosdóba, jó, ha visz magával testőrt.
Jó reggelt! Mikor jött be? El sem mentem. Talán minket akar így lejáratni? Nem kell hozzá nagy erőfeszítés. Jó, mi? Látom, barátkozol és jó példával jársz elől, mi? Dolgozzak fele annyit, hogy ez jobban érezze magát. Tartsd becsukva az ajtót. Csukva volt. Giovanni, itt a legfontosabb játékszabály a barátok szerzése. Az egyik ügyemben szereplő mafiózó elszökött. Tudod, Agnes apja bíró. Úgyhogy elment Costához, és azt mondta neki, hogy a lánya nem lehet özvegy, és persze az unokái nem lehetnek árvák. Elvette az ügyet? Igen, megpróbálta. Elképesztő a maffia hatalma, mi? Nem csak az ellenségeiden átjutnak el hozzád, hanem a barátaidon keresztül is. Giovanni. Ninni. Örülök, hogy újra látlak. Bár ne így találkoznánk. Egy 9 mm-essel lőtték le. Persze az utcán senki nem látott semmit. 2 hónap múlva nyugdíjba ment volna. Nem bírták kivárni. Egy pillanatra azt hittem, maga az. Úgy látom, csalódott. Falcone bíró? Jó reggelt. Erre. A nevem, tessék, Mario Fabri. Én vagyok az új testőre. Megmondtam, hogy nem kérek testőrt. Beszélje meg a biztonságiakkal. Inkább én magam vezetnék. Beszélje meg a biztonságiakkal. Nem örül a megbízatásnak, ugye? Nem nagyon. Elkötelezettség kell hozzá. Ha nem tetszik, áthelyeztethetem. Gondolja meg. Egy hetet adok. Többet nem, mert nem érjük meg. Most merre megy? Azt hittem, a kapitányságra indultunk. Erre hosszabb. Miért nem a körúton megyünk? Mert az egysávos. De kisebb a forgalom. Hely kell, hogy meg tudjunk fordulni. Costa bíró gyakran ezen aludt. Hova vigyem? Az irodámba. Thank you.
Falcone bíró úr! Később. Paolo, gyere vissza később! Falcone! Ó, Isten! Jöjjön be, kérem! Ez meg mi? Bankszámlát. Összesen mennyi? Lefoglaltattam mindegyik bank összes átutalási nyilvántartását 1975 óta. Ha a drogot nem tudjuk követni, kövessük a pénzt. Igen, Giuseppe pedig Cristinával kezdődik, akit a Salvatore Inzerillo család körzetében öltek meg. A zsebében volt egy csekk. 10 millió liráról. A csekket maga Inzerillo írta alá. Emellett még két csekk 20 millióról, amit a nápolyi kamorrák utaltak át, akik több 100 milliót helyeztek át más maffia családok számláira. Egy év alatt összesen 3 milliárd lirát mozgattak meg Palermo és Nápoly között. Tisztán látszik, onnan terjeszkedik a hálózat. Ezek a családok mind együttműködnek. Meg tudom, ki kivel beszél, ki kivel rász kezet, ki gyilkol, ki lop. Még a gatyájuk márkáját is. Hajszál pontosan. Kaphatnék egy kompjútert? Ön a kompjúter. Na, adjon egy cigit. Azt hittem, leszokott. Adjon egyet. Néhányat ki akarok hallgatni. Ki tudja, hát ha valamelyik beszél. Még ha valamelyik beszélne is, tudnia kell, hogy cápát fog, mielőtt behúzza a fedélzetre. Ha Róma ad nekünk hajót. Apropó, itt a rajongói postája. Névtelen fenyegetések. Costa mondta, hogy meg akarnak osztani minket. Mi áll benne? Baráti figyelmeztetés. Rocco Chinnicsiben nem szabad megbízni. Én is kaptam. Az enyémben az volt, hogy magában nem lehet megbízni. Nézze meg a vízjelet. Minisztériumi papír. Ebből az épületből jönnek. Külső ellenségek, belső ellenségek. Costa bölcsember volt. A csodálatos Corleonézik. Minden út ide vezet. Totorina, ő áll a középpontban. A kutatásom során magam is ugyanerre a következtetésre jutottam. Az a kérdés, hogy lehet elkapni? Gondolkodtam az ajánlatán. Látom, mennyit bűrizik, nem akarom cserben hagyni. Vegyen elkötelezettnek. Köszönöm. Szóval Dalla Chiesa tábornok eljön ide, hogy új maffia ellenes hadjáratot indítson. Nagy, ha? Hazám. Térdre kényszerítette a vörös brigádokat. Reméljük, a maffiának is van térde. De most miért erre jöttünk? Ellenkező irányba megyünk. Meglepetés. Magának meg kéne védenie. Meg is véd magadtól. Giovanni, úgy örülök, hogy eljöttél. Hogy vagy? Köszönöm jól. De te olyan sápat vagy. Kijöhetnél velünk a strandra? Igen, csak úgy feküdj a homokban és ne csinálj semmit. Ahhoz ki kéne előbb vetetnem az agyamat. A túlsafak megöl. Pláne ezen a poszton. Van még egy teríték. Miért szeretjük annyira ezt a zsémbes alakot, tudja valaki? Francesca! Ezt még meg fogod köszönni. Kétlem, hogy szobád. Szia, Nézze! Bocsánat. Paolo, hogy vagy? Jól.
Megtisztelő, hogy két ilyen csinos hölgyel vacsoráztatok. És Francesca Giovanni Falcone, Giovanni Francesca Morvillo. Örvendek. Hölgyem. Azt kéne mondanom, örülök, hogy újra látom. Egyszer majdnem eljegyeztük egymást. Francesca, Francesca Morvillo, gondolkodj. Ha csak nem volt bilincsben, nem fog rá emlékezni. Giovanni, nem tudtam, hogy olyan komoly volt. Francesca Morvillo, Morvillo, Francesca. Most már emlékszel. A vakáció alatt kérte meg a kezemet. És véleményem szerint ennek nincsen elévülési ideje. Francesca bíró a fellebbviteli bíróságon. Képzeld el, szinte a szomszédban van az irodája. Hallottam, milyen sikeresnek ígérkezik ez az Inzerillo Spatola ügy. Ma újabb tucatot tartóztattam le. Igen. És Dalla kiéz a tábornokra. Helyes. Igen. Szicília nagy napja. Egészségünkre. Atya ég. Fel kell hívnom Dick Martint és Louis Freet. Ezer dolgot kell elintéznem, mielőtt kiadom a parancsokat. Most? Vacsora idő van. New Yorkban nem. Francesca. Örülök, hogy újra találkoztunk. Remélem megértitek. Elnézést. Mit csináltam? Nem tudom. Giovanni. Giovanni, ilyen faragatlanságot még életemben nem láttam. Eltérítesz, és még te beszélsz. Nem lennél ilyen zaklatott, ha lenne egy barátnőd. Kérlek, ha te tanulsz jó modort, én is szerzek nőt. A feleségednek igaza volt, nincs szíved. Mi történt? Kérlek. Elmegyünk. De, Francesca! Gyere! Nem hagyhatjuk itt egyedül. Az az ő baja, majd ő megoldja. Nem érte. Itt a táskád. Kérem, maradjon. Hova lett Paolo és Agnese? Elmentek. Kérem, Francesca, elmagyarázom. Üljön le. Kérem. Tudja, a feleségem elhagyott. Nézze, lehet, hogy magának úgy tűnik, de nem esküvői ruhában jöttem ide. Csak barátokkal akartam vacsorázni. Eszembe jutottak a régi emlékek, ez talán csak nem baj. Sajnálom. Bolond vagyok, csak ennyit mondhatok. Legalább emlékezett rám. Ígyuk meg a bort. Mi történt, amikor megkértem a kezét? Csöngettek. Nem igaz, őt sose csókoltam meg. Akkora fogszabályozója volt, mint egy szöget. Honnan tudod? Giovanni azt mondta, hogy megkérted a kezét. Igaz. De először téged? Gyorsan tudsz váltani. Emlékszem, szeretted az operát. Most is szeretem. Nem értettem, mit teszel rajta. Hát nem ismered eléggé. Majd megszereted. Azonnal végzett Pio La Torre parlamenti képviselővel és testőrével, Rosario Di Salvoval. La Torre a szicíliai kommunista párt feje volt annak a törvényjavaslatnak a megalkotója, amely már magát a maffia tagságot is törvényellenesnek nyilvánította volna. És mindez épp azt megelőzően történt, hogy Carlo Alberto Dalla Chiesa tábornok megérkezett a feleségével a palermói repülőtérre. Dalla Chiesa tábornokot nemrégiben nevezték ki Palermo prefektusának. A két meggyilkolt ember emlékének tiszteletére minden erőmmel harcolni fogok azok ellen a különleges csoportok ellen, amelyeket a maffia irányít. Azok ellen az úgymond gyanú felett állók ellen, akik beépültek a politikai hatalomba. De
De most adózzunk egy perc néma csenddel. Piola Torre és testőre Rosario di Salvo emlékének. Szomorú nap ez Szicília számára. Mindhármukat megölték. Francesca, várj meg itt. Gyere! A maffia nem vehette félvárod Dalla Chiesát. Meg kellett tőle szabadulnia. Ki volt a harmadik áldozat? Dalla Chiesa sofőrje. Gyilkosok! Megölték a férjemet! Állítsák meg őket! Kérem, könyörgöm! Francesca, mennünk kell. Francesca. Viszlát. Francesca, kérlek, ne menj el, maradj itt. Csodálok, Giovanni, de ez Szicília. A maffia mindig győz, és semmi sem változik. Nem tudom, elég erős vagyok-e ahhoz, hogy a barátod legyek, Giovanni. Sajnálom. Megértelek. Megértelek. Lima szenátor. Maga a maffia jelöltje. Azt mondják, ha tudni akarod, ki adott utasítást a gyilkosságra, nézd meg, ki küldi az első virágot. Köszönöm.
vagy? A római birodalom végnapjai idején, amikor a barbárok megközelítették Saguntó városát, a római hadsereg visszavonult, cserben hagyva a helyi polgárokat. A város lakosságát lemészárolták, és a birodalom nem sokkal ezután elbukott. Palermo ma olyan, mint Saguntó, mert Róma elhagyott minket, cserben hagyott. Mi meg itt maradtunk, a gyilkosok karmaiban. Katedrális mellett, ahol gyakorlatilag egy spontán tüntetés alakult ki. Szicíliában soha nem láttunk még ilyen tömeges mafia ellenes megmozdulást. Az emberek a templomból kilépő politikusokat szidják, de úgy látom éppen Lima szenátor jön ki a templomból. Szenátor úr, tapasztalt már ilyen tömeg megmozdulást? Ön szerint is példátlan esemény? A mafia olyan, mint a rák, és csak együttműködéssel találhatjuk meg rá az orvosságot. Ha a mafia rák, akkor ő fő dohánytermelő. Semmi sem változik? El fogok késni. Akkor elkések. Ennyire nem. Opera. Rossz hír? Új barátokat szereztem. Mi ez a füst, Rocco? Nagyon remélem, hogy a házék. Halló? Itt az orvosa. A túl sok munka káros az egészségére. Nyissa ki! Jó reggelt! Ki volt az? Téves hívás, mennem kell. Ne, várj meg, elvihetnél. Ne, drágám. Ugyan?
Mennem kell. Szia. Falcone, bíró. Kérem, fogadja őszinte részvétemet. Mit keres maga Kirichi irodájában? Mi folyik itt? Á, felemelték az őrsége létszámát, nagyon sokba fog kerülni az államnak. Legalább nem magára költik. Ez mi? Azt hittem, már hallott róla. Az irodájában nyilvántartott ügyeket egy másik osztály fogja kivizsgálni. Mi? Az lehetetlen. Semmihez nem nyúlhatnak, amíg az új főnököt ki nem nevezik. Ezeket az aktákat nem vihetik ki. Az a részleg kérte, amelyet megbíztak Kinichi meggyilkolásának kivizsgálásával. És engem jelöltek ki arra, hogy vigyázzak rájuk. Azonnal tegyék le! Tűnjenek innen! Ehhez nincs joga! Amikor és amennyiben kinevezik Kinichi bíró utódját, tőle majd elkérheti. Giovanni. Még nincs vége. Amazonas őserdő, Brazília. Olyan jó, hogy visszajöttél. Menjetek be. Mi a baj, apu? Most menjetek be. Uram, nem ismeri a Tommaso Buscettát? A bátyám, de évek óta nem láttam. Fel a kezekkel! De miért? Azt mondtam, fel a kezekkel! Nem tudom, fel mi... a kezekkel! Apu! 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 Menj be! Menj be! Nem ott üljön! Ne! Ne! Nem ott üljön! Engedjék el! Azonnal engedjék el! Ne! Én vagyok Tommaso Buscetta. Az olasz nagykövetség szóvivője szerint Buscetta az eddig őrizetbe vett legnagyobb maffia vezér, és a brazil hatóságok valószínűleg kiadják. Buscetta, akit két világ keresztapájaként ismernek, az ellene indított bírósági eljárás elől Brazíliába menekült, ahonnan tovább irányította a kokain kereskedelmet.
Rendőrfőkapitányság, Róma, 1984. Maga hány embert ölt meg? Mi a maffia? Három ember arra vár, hogy bíró lehessen. Az egyik okos és szorgalmas. A másodiknak vannak magas pártfogói. A harmadik ostoba. Az ostoba kapja meg az állást. Ez a maffia. Csak is palermói bíróval vagyok hajlandó szóba állni. Miért pont velem akart beszélni? A maffia tiszteli önt. Jobban, mint a saját kollégái. Maga komoly és intelligens. Gürcöl, mint egy ló, hű, mint egy kutya, és ravasz, mint egy róka. Ennyit az evolúcióról. Meg akarom bízni önt, Falcone bíró. Mivel? Harcoljon a maffiával. Hallgasson ide. Jól figyeljen. Mostantól a feleségem és a gyerekeim, a maga felesége és gyerekei. Megvédi az életüket helyettem? Szicíliai becsületszavamat adom. Szeretném világosan leszögezni. Az olasz állam nem szívből harcol a maffia ellen. Egyedül lesz. Megértette? Igen. Kívánja folytatni? Igen. Sok titkot tudok felfedni. Miután megteszem, ön híres ember lesz, és megpróbálják majd elpusztítani. Szakmailag és fizikailag is. Így is hajlandó folytatni? Igen. Jó. Ez fontos. Nem vagyok csalimadár. A célom nem vádalkú vagy különleges elbánás. Nem én árultam el a maffiát. Totorina árulta el a maffiát. Engem a maffia nevelt fel. Megtanított vérben élni. Azért, mert az ember vérrel lép be a maffiába. És csak vérrel szállhat ki a maffiából. És a húsom. És a húsom. Úgy égjen, mint ez a szent. Úgy égjen, mint ez a szent. Ha nem maradok hűséges a Cosa Nostrához. Ha nem maradok hűséges a Cosa Nostrához. Magának maffiát mondok, de mi nem használjuk ezt a szót.
Azt mondjuk Cosa Nostra, a mi hitünk. Felesküdtek vagyunk. És a felesküdöttnek be kell tartania a becsület törvényeit. Egymás között mindig igazat kell mondanunk. Csak is az igazat. És csak arról beszélhetünk, ami közvetlenül ránk tartozik. A többiről szavak nélkül beszélünk. Ismeri a kifejezést. Az a legjobb szó, amit sose mondanak ki. Ez a Cosa Nostra. Értse meg, olyanok vagyunk, mint ön. Emlékszik, amikor elfogyott a cigim? Egy bontott doboz cigarettát adott nekem. Miért nem egy új dobozzal? Mert megalázónak találta volna. Tehát hasonlítunk. A Cosa Nostrában mindennek van jelentése. És soha semmi sem marad félben. Falcone bíró tudja, miért olyan sikeres maga? Mert ön őszintén beszél. Akárcsak maga. Minden felesküdt egy családhoz tartozik, amely egy kerületért vagy városért felel. És minden család élén egy megválasztott vezető áll. Mint Michele Greco, Giaculli főnöke. Vagy Pippocalo Porta Nuovában. A család katonái 10-es csoportokba osztják, amelyeket egy kapitány irányít, mint Pino Greco. Minden három család választ egy körzeti vezetőt, az képviseli őket a bizottságban, a kormányzó testületben. A jelenlegi 1978-ban alakult. Három ember vezette. Stefano Bondante, Salvatore Inzerillo és Totò Riina. A gyertyát? Köszönöm! A palermói főnökök vajon hogyan becsülhették annyira alá Totò Riinát? Ezt a corleonei parasztot, aki semmiségért öl meg felesküdteket, aki egész családokat írt ki, hogy később senki se állhasson bosszút. Én vezetek. Stefano! Boldog szülinapot! Riina nem Bondante születésnapjára jött, hanem a temetésére. Riina 21 Inzerillót öletett meg. Azt mondta, írmagjuk sem maradhat. Nőket gyilkolt, akiknek az volt az egyetlen bűnük, hogy egy felesküdt felesége vagy lánya voltak. Azelőtt nem volt ilyen. Riina fogta Inzerillo egyetlen fiát, és Pino Grecoval levágatta a kezét, hogy ne állhasson bosszút az apjáért. És aztán odavetette a disznók elé. A maffia sohasem ölt gyermekeket. De Riina egy állat. A két fiamat is. Miután beépült a politikai életbe, a bizottság intéz szinte minden hivatalos szerződést Szicíliában. Ezért vannak autópályák, amelyek nem vezetnek sehova. Víz nélküli gátak, hajó nélküli kikötők. Lerombolt városok. Minden maffia gyilkosságra az a főnök ad engedélyt, akinek a körzetében elkövetik. A bizottság választja ki a legfontosabb célpontokat, az önök legjobb kádereit. Bírákat, rendőröket, az államszolgáit. Costát, Kinicsit, mindegyiket. Azt akarja mondani, hogy a bizottság tagjai felelősek az összes gyilkosságért? Igen.
bíróság elé állíthatja őket, mintha ők húzták volna meg a ravaszt. Megállíthatja Totorinát. És Riina mellett? A mafiával szövetséges politikusokat? Nem, nem. Okosnak kell lennünk. Még nincs itt az ideje. Korai lenne. Ha most támad rájuk, leállítják, mielőtt hozzáfogna. Buscetta. Buscetta. Ha őket nem bírjuk leállítani, akkor a Cosa Nostrát se tudjuk. A lényeg, hogy kiderítsük az igazságot. Az igazságot. Mario, Paolo, ezt nem fogod elhívni. Minden hiányzó láncszemet megad. Előbb-utóbb mindent elmond nekünk, amit tud. Az összes eddigi munkánkat megerősítette, és tanúskodni fog. Az összes szicíliai főnököt elkaphatjuk. Istenem, biztos, hogy tanúskodik? A szavát adta. Paolo, csak benned bízom. Hajlandó vagy segíteni? Mint mindig. Egyébként meglepetésem van. Camponetto megjött már? Mit szólsz, hogy az új főügyész jön ki eléd a reptérre? Meglepetés. Hiányoztál. Hová megyünk? Haza. Az irodába. Haza. Az irodába. Ha. Gyerünk! Nem kaphatnál meg valamelyik kompjútert? Nyilván nem, eh? Két fegyverest ide és ide. Az időzítés a legfontosabb. Bezárják magukat, mint a rabokat? Nem, mint értékes embereket. Nyugdíjba vonulás helyett elvállaltam ezt a feladatot annak a munkának a kiemelt fontossága miatt, amit maga vezet. Köszönöm, Camponetto bíró. Túl sok a munka és túl nagy a kockázat ahhoz, hogy ezt az ügyet egy bíró vezesse. Ezért fogunk csapatban dolgozni, megosztva minden információt. Válasszon megbízható embereket. Ez esetben nem tudnak megosztani, és nem tudnak megállítani minket. A grék aktákat? Egy pillanat, ez mi? Nem tudom, nyilván az öné. Jöjjön ide. Összezavarodta, meg tudnak keresni. Ez a Calderone G. Az meg ki? Hogy az ki? Segítene végre valaki? Mindenki azonnal álljon le! Carlo, ne kérdezgess egyfolytában másokat, tedd fel a szemüvegedet és keresd meg magad. Sofia, mindent újra kell címkézni. Most csináltam meg. Akkor tudnia kell. Van egy Gréco M és egy Gréco P. Van még Gréco L is és két Gréco S. Végezzék rendesen a munkájukat. Minden aprósággal úgy bánjanak, mintha élet-halál kérdése lenne. Ez a minimum, amit elfogadok. Aki a maffiával harcol, az legyen olyan jó, mint a maffia. A mai egyértelműen az évtized legnagyobb maffia ellenes akciója. 366 embert vettek őrizetbe, és minden bizonnyal lesznek még további letartóztatások. A teljes olasz rendőrség riadó készültségben van, és folyik a vadászat a még szökésben lévő vádlottakra. Giovanni Falcone bíró kijelentette, hogy ezek között az emberek között található a maffia feltételezett vezére. Gyerünk, feküdjetek le! Mama, mama! De hát ilyen Francesca! Szaladj! Felkészültél? Ó, Maria, de jó, hogy látlak. Maria, ő Giovanni, végre. Giovanni, a barátnő Maria. Sokat hallottam önről. Ne haragudj. Próbáltalak hívni, de nem értelek el. Mindkét gyerek megfázott, és nagyon rosszul vannak. Szia, Francesca néni! Sara! Most láttuk Falcone bírót a tévében. Nem tudtam, hogy ennyire komoly. Azt akarod, hogy menjünk el?
Gyerekeim vannak. Sajnálom. Nem igaz, hogy azért rágadsz el a munkából, hogy meglátogassak egy hisztis nőt? Ne mondd ezt! Fél! Nem értesz te semmit, és egyébként is nem egy hisztis nő, hanem a barátnőm. Mi jutott beléd? Tudod, mint dolgozom? Tudod, hogy mit jelent ez a dolog busértával? Ha te és a hisztis barátaid be vagytok gyulladva, akkor semmi értelme, hogy folytassuk. Helyes! Tedd, amit akarsz! Úgy is megteszed! De ne kezelj úgy, mint egy bolondot! Talán így a legjobb. Kinek? Ezt miattam csinálod? Engem akarsz megvédeni? Giovanni, kiszállok. Állj meg! Mi folyik itt? Légy őszinte hozzám, ennyit megérdemlek. Nem tudom. Azt hiszem, megijedtem. Ugyan? Ki ne lenne megijedve? Most nem erről van szó, hanem rólad. Amikor egyedül voltam, az más volt. Veled már a közös életünkre gondolok. És az lehetetlen. Giovanni, szeretsz engem? Nem akarom, hogy bajod essen, Francesca. De nem tudlak elhagyni. Giovanni, azzal ártasz, ha elhagysz. Tudod, a nagyapám a világ legrosszabb sofőrje volt. És a nagyanyám minden nap aggódott, hogy az lesz az élete utolsó napja. Biztos volt abban, hogy karambolozik és meghal. A nagyapám 86 éves, és még mindig vezet. És mi történt a nagymamáddal? Évekkel ezelőtt meghalt. Halálra izgulta magát. Giovanni, én is szeretlek, annyira szeretlek. Most mit csináljunk? Nem találtál szebbet? Mi bajod van ezzel? Na, itt az enyém. Jó, rendben, így már jobb. Ön Giovanni Falcone. Kívánja-e feleségül venni az itt jelenlévő Francesca Morvillót? Igen. És ön Francesca Morvillo. Kíván-e feleségül menni az itt jelenlévő Giovanni Falconehoz? Igen. Ezennel férjnek és feleségnek nyilvánítom önöket. Gratulálok. Köszönöm. Szeretném elsők között megpuszítni. Gratulálok, bíró. Köszönöm. Gratulálok, Laura. Francesca. Gratulálok. Köszönöm. Bizonyíték, életrajz, banki adatok. Ezek mik? Fenyegetések. Jut eszembe, Paolo, a kell a széfet kombinációja. Miért? Ha megölnek, hogy nyissuk ki? Megmutatom az enyémet, ha te is a tiédet. Jó, szervusztok. Falcone. Halló, itt is Falcone. Milyen a nászút? Remek. Paoloval remek ifjú pár vagyunk. Szeretlek. Szeretlek. Giovanni Falcone. A nőkkel végeztem. Giovanni! Jó.
Szia, Laura! Hoztam pelenkát! Nini! Nini! Nyisd ki az ajtót! Nyisd ki az ajtót, kérlek! Igen, rendben. A főhadiszállás. Mennünk kell. Mi történt? Francesca. Megölték Ninnit és a testőrét. Istenem! 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 Ne sírj, Francesca. Hogy van? Hogy van Laura? El kell mennünk. Laurához és a kicsihez. Giovanni. Giovanni. Azért ölték meg Ninnit, mert minket nem bírtak. Ha maradunk, megtalálják a módját. Igazad van. Nem lesz semmi baj. Nyugodj meg, mindjárt odaérünk. Szép időnk van, nincs dugó, úgyhogy felesleges aggódni, he? Nem a repülésre céloz. A C2-es szektor tiszta. Fredo, nézd! A Sinara szigete. Megérkeztünk. Az a hotel. Hotel. Ott fogunk aludni, de az valójában egy börtön. Gondolj bele, mi börtönben a maffia meg szabadon garázdálkodik. A Sinara sziget, szigorított börtön, 1985. Volt nála orvos? Azzal álmodik, hogy az apját felrobbantják. Tud azon orvos segíteni? Segíthetek valamiben? Add fel. Megtaláltad a pippokáló aktát? Ott van. Thank you.
Bűnvádi tárgyalás. Olasz állam kontra Cosa Nostra. Az asztaloknál, amiket itt látnak, több száz ügyvéd és tanú foglal majd helyet. Ott van a 30 acélketrec a vádlottak számára. Mindenütt fémdetektorok, monitorok, riasztó berendezések. Minden ajtót kamerák pásztáznak. A bunker pedig kívülről nem kevesebb, mint 3000 fegyveres katona fogja őrizni. A Falcone, Borsellino, Guarnotta és Di Lello bírák által elkészített vádirat rekordhosszúságú, összesen 8000 oldalra rúg. A melléklete pedig 4000 oldal. A vádiratot a néhai Rocco Chinnici bíró emlékének ajánljuk, aki elsőként kezdte meg ezt a munkát. Több mint 3 évvel ezelőtt. Falcone bíró! Ez az öné. Ezt nézd! Mi az? A számla! A celláért és az ellátásért! Te viccelsz! Ez megkerendeztetve! Cucciardone börtön, Palermo 1986. A ellenes csoport megkezdi a vádemelést a több mint 300 Cosa Nostra tag ellen. A több éves előkészületek után megkezdődő úgynevezett maffia tárgyalás várható csúcspontja Tommaso Buscetta tanúvallomása lesz a maffia belső működéséről. Bár nem ő emel vádat az ügyben, Giovanni Falcone ennek a rendhagyó tárgyalásnak a felelős főügyésze. A tárgyalást az elejétől a végéig élőben közvetítjük. Hogy tetszett ekkora hatalomra? Megkérdeztük mind a támogatóit, mind pedig a bírálóit. Az abortusznak több áldozata van, mint a maffiának. Nem volna helyesebb valami jóval ajándékozni meg a világot, mint vakon megbélyegezni a gonosz? Miért nem azt kérdezi, hogy a világban milyen kép alakult ki a maffiáról? Mindenki kikerüli ezt a kérdést, nevezetesen. Milyen hatása lesz mindennek Szicília gazdaságára? Ez annak a bűnügyi szervezetnek a tárgyalása, amely Cosa Nostra néven ismert, amely erőszakkal és megfélemlítéssel útjára bocsátotta és továbbra is terjeszti a halált és a terrort. A kapu előtt már tegnap este óta gyülekeznek az emberek. Felszólítom Tommaso Buscettát, hogy foglalja el a tanúk padját. A nevét kérem. Tommaso Buscetta. Ez Michele Greco. Több mint 70 gyilkosságra adott utasítást, beleértve Rocco Chinnicit. A gyilkosságot Pino Greco hajtotta végre. Csendet! Csendet kérek! Michele Greco. Úgy hívják a pápa. Felismeri ezt az embert? Luciano Liggio. Imád ölni. Elég egy rossz szó és érezni a halál szagát a levegőben. És a 35-ös vádlott? Pippo Calo.
Én tudok valamit, amit ő nem. Tudom, hol rejtik a fiát. De én nem öltem meg a fiát. Mert nem tett nekem semmi rosszat. És ki tudja, egy nap talán jó ember lesz belőle. De ha valaki most a kezembe adna egy fegyvert, pippogálót, megölném itt mindenki szeme láttára. A két fiam semmit nem tett ellene. De ő megölte őket, mert Buscetta volt a nevük. Miért nem engem öltél meg? Ne aggódj! Csendet! Csendet kérek! Azért nevetsz, mert félsz. A játéknak vége, Pippo. Vége. Neked van véged! Minket nem lehet elpusztítani! Csendet! Tehát annak ellenére, hogy ezek az urak saját kezükkel senkit se gyilkoltak meg, maga hidegvérű gyilkosnak nyilvánítja őket. Ők rendelték el. Ha valakit hazugságra utasítok, akkor én is hazug vagyok. Ha valahol olyan autót gyártanak, amely megöli a sofőrjét, kit vádol? A futószalagnál dolgozó munkást, vagy a cég vezetőjét? Egyetlen gyilkosságot sem követnek el a főnök parancsa nélkül. Ez Cosa Nostra törvény. Igen? Ó, rendben, köszönöm. Giovanni, megvan az ítélet. Veled megyek. Ennek a Monster tárgyalásnak a felelős főügyésze, Giovanni. Falcone most megy be a maffia tárgyalás bunkerébe. A bíróság! Épp időben. Az olasz nép nevében eljáró palermói bíróság Totorinát a tárgyalás során bűnösnek találta gyilkosság, zsarolás és emberrablás vádjában. Ezért távollétében életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéli. A bíróság ítélőszéke Kéle Grékót bűnösnek találta gyilkosság. Csendet! Csendet! Bűnösnek találta gyilkosság és zsarolás vádjában, ezért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéli. Csendet! Csendet! A bíróság ítélőszéke Pippo Kálót bűnösnek találta gyilkosság és súlyos testi sértés vádjában. Ezen felül heroin előállítása és terjesztése vádjában. És mindezért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéli. Mindenkire a maffia ellenes csoportban. A nyugdíjba vonulásomra szebb ajándékot nem is kaphattam volna. Tehát döntött. Igen, és tudom, hogy a csoportot a legjobb kezekben hagyom. Tehát arra igyunk,
akinek a személyében meggyőződésem szerint a következő főügyész tisztelt. Először is úgy érzem, Falcone bíró túl fiatal a posztra. Hogyha ma megválasztjuk főügyésznek, 10 év múlva bekerül a legfelsőbb bíróságba. Igazságos ez azokkal szemben, akik régebb óta várnak. Másodszor ellenzem a személyi kultuszt. Én Meli bíróra szavazok. Az ott Meli. Giovanni? Jön mindjárt. Mivel Meli bíró soha nem folytatott vizsgálatot a maffia ellen, nem szavazhatok rá. Falcone bíró viszont már bizonyított. Azon a napon, amikor egyhangulag zseniként és szupermenként dicsőítjük az egyik bírótársunkat, a fasizmus útjára lépünk. Meli bíróra szavazok. Ez felháborító! Maguk egyszerűen le akarják tagadni azt a tényt, hogy Falcone bíró az a motor, amely mindannyiunkat hajt? Köszönöm, köszönöm a gratulálást. Köszönöm. 14-10. Nem tehetünk semmit. Ez botrány. Semmi értelme. Szigetelnek. Falcone bíró! A főügyész folytatja a maffia ellenes harcot! Felveszi a beadását! Folytatjuk a munkánkat, mint az előtt. Az állásomban maradok. Nincs több hozzáfűzni való. Falcone bíró! Mi szerint ez az eredmény változás, mint az ügyészségi politikában? Átmentek a déli oldal. Ismétlem, a déli oldalon van. A kettes megfigyelő pont rendben. Szóval, mit mondtam? Emlékszik? Az olasz állam nem szívből harcol a maffia ellen. Mi kéne ahhoz? Hogy lehet az, hogy Totorina ott élt Palermo központjában 24 évig házasságban, 4 gyermek apjaként, és soha nem vették őrizetbe? Ha az állam Rinát tartóztatja le, akkor kezdődik az igazi háború. Tudja, hová viszik? Amerikába? Nem tudom. Egy idegen országban élni, gyökerek méltóság nélkül. De ott láthatom felnőni a gyerekeimet. Akar gyerekeket? Gyerekeket kell a világra hozni, nem árvákat. Szereti a feleségét? Nagyon. Jó. Mert a végén az számít a legtöbbet. Falcone bíró! Köszönöm! Azzal bíztak meg, hogy változásokat hozzak. A feladatom a hatékonyság javítása. Nem várhatja, hogy tolvajok, zsebesek és prostituáltak után nyomozzunk. Hadd fejezze be. Ennek a hivatalnak az ügyekben hihetetlen nagy lemaradása van. Természetesen kiemelkedő munkát végzett.
De nem dobálhatunk meg kővel minden kutyát, amely maffiáról ugat. Vannak más bűnözők is Szicíliában. Igaz az, hogy a fia apósát mafiózóként tartóztatták? Elég! Köszönöm, Falcone bíró. A maffia ellen harcoltunk, de egy vén bolond ellen nem tudunk. Ha Melli ellen veszítünk, egyáltalán nem tudunk a maffia ellen harcolni, és ha a között kell választani, hogy nem harcolunk a maffiával, vagy félkézzel tesszük-e, inkább harcolok. Na, láttad? Ott van. Kér valaki kávét? Én! Igen! Én is. Corrado Carnevale bíró, akiről régóta hírlik, hogy számos mafiózó büntetését tette semmisé a legapróbb technikai kifogások segítségével, ma ismét méltónak bizonyult hírnevéhez, mivel szabadlábra helyeztette Michele Greco mafia főnököt, akit korábban elítéltek Rocco Chinnici bíró meggyilkolásáért. Ezzel 37-re nőtt azoknak az állítólagos mafiózóknak a száma, akiket Carnevale az elmúlt napokban szabadlábra helyezett. Semmi sem változik, semmi. Ha felajánlják az állást Rómában, elfogadod? Nem. Hogy bírod ezt nézni? Ennyi munka, ennyi önfeláldozás, ennyi őrültség, és mindez miért? Ez a munkám, ez a dolgom. Prego! Bomba! Hol? Futás! Fedezékbe! Futás! Gyorsan a házba! Ki tudta, hogy ott van? Csak a rendőrség és a kollégáim tudhatják, hogy hol vagyok, ha nem tartózkodom a városban. Arra céloz, hogy a kapitányságról akarta valaki megölni? Nem. Nem állítottam semmit. Honnan tudjuk, hogy nem maga helyezte el a bombát azért, hogy növelje a népszerűségét? A lemondásom. Tudod, az emberek mit fognak mondani? Nem érdekel, mit mondanak, Paolo. Nem megy. Most, hogy Melli az úr, többet tehetek Rómában. Igazad van. Én csak azt szeretném, ha boldog lennél. Hogy érted ezt? Megérdemle, te és Francesca többet érdemeltek. A boldogság gyerekeknek való. Giovanni, lazíts már egy kicsit, ha? Nem tudok. Mielőtt még nem késő. Te is ember vagy. Tudod, Paolo, az apám mindig azzal hencegett, hogy életében soha nem tartott egyetlen kávészünetet sem. És ettől jobb volt az élete? Igen? Nem. Legalább próbáld meg. Megpróbálom. Hiányozni fog ez az egész. Te fogsz hiányozni. Igazságügyminisztérium, Róma 1991. Palermóban egyetlen szobát akartunk kitakarítani és felújítani, de a maffia elleni harchoz az egész igazságügyi palotát kell felújítani, és ehhez egy asztalos nem elég. Mérnökre van szükség. Új törvényekre, az amerikai modell mintájára olyan törvényeket kell hozni, amelyek megvédik a tanukat. Egy új olasz FBI kellene. Mi a véleménye arról, hogy Carnevale bíró szabadon engedett sok mafiózót, akiket ön elítélt? Ezt hagyjuk. Gondolja, hogy valaha is le lehet győzni a mafiát. Mi a véleménye? A maffia emberi szervezet, és mint minden emberinek van kezdete, és egyszer lesz egy vége is.
Reméljük, hogy mindannyiunk érdekében közel van a vég. Mire kocincsunk? Ránk. Az évfordulónkra. Isten. Hihetetlen. Az egyetlen dátum, amire nem emlékszel. Figaro házassága. Azt hittem, nem szereted. Kész vagyok tanulni. Jót választottam? Jót. Nagyon igen? Jót. Ez az a rész, amikor a gróf, aki nem foglalkozott a feleségével, mert azt hitte, hogy valami fontosabbat talált, végül rádöbben, hogy ő az öröme, a szenvedélye, az élete. És szerelemmel telve, alázatosan bocsánatért könyörög. Szeretlek, Francesca. Te vagy az élet. Nagy diadalt jelent Giovanni Falcone bíró és maffia ellenes csoportja számára, hogy Arnoldo Valente bíró, az újonnan megválasztott legfelsőbb bíró, újra hatályba helyezte a palermói maffia tárgyaláson kiszabott büntetéseket. A sors keserű fintora, hogy még ugyanazon a napon Salvatore Lima szenátort, Szicília legnagyobb hatalmú politikusát meggyilkolták. A nyomozók szerint a merénylet minden bizonnyal maffia gyilkosság. Palermóba megyek. Micsoda? Hallod, megölték Limát. Ez üzenet a politikusoknak. Ez történik, ha valaki megszegi a szavát. A régi szövetségek szétesőben vannak, Francesca. Soha nem voltak sebezhetőbbek. Miért pont neked kell menni? Mert akarok. Látni akarom Paulót. És ő május van, a La Matanza. Gyerekkorom óta nem hagytam ki. Undorító. Halakat ölni, mi abban a jó? Francesca, mennem kell. Palermói repülőtér 1992. május 23-a. Örülök, hogy látom. Isten hozta. Mário, azt hittem előléptettek. Hát igen. Akkor miért vagy testőrnek öltözve? Ja, amikor hallottam, hogy ön, nem bírtam megállni. Falcone bíró? Frederico. Bíró úr. Jó napot. Értem. Palermo. Mário, tégy meg egy szívességet, hadd vezessek. Amikor a legutóbb vezetett, a végén megnősült. Most meg lehet, hogy gyerekünk lesz. Jó, indulunk. Minden rendben. Figyeljen! Bíró úr! Francesca!
Giovanni volt a legjobb barátja ennek a földnek. Amelyet Isten megáldott, az ember megátkozott. Azért mondom ezt, mert egyéb tényezők mellett a törvényhozásunk, az igazságügyünk egyaránt felelős Giovanni haláláért. Giovanni már jóval a véres május 23-a előtt meghalt. Akkor kezdett meghalni, amikor Melit választották meg főügyésznek. Én folytatom Giovanni munkáját, és keresem az igazságot. De attól tartok, nem lesz rá elég idő. Két hónappal később Paolo Borsellinót és öt testőrét merénylők meggyilkolták. A temetésen kis híján tömegzavargások törtek ki. A gyászolók megtámadták az állami tisztviselőket, akik nem védték meg Falconét és Borsellinót. 1993. január 15-én a rendőrség letartóztatta Totoriinát. Vádat emeltek ellene és elítélték azért, hogy parancsot adott Falcone és Borsellino meggyilkolására. A gyilkosságok az olasz államot az évtizedek óta legnagyobb maffia ellenes kampány megindítására ösztönözték. 7000 fős katonai kontingens küldtek Szicíliába, több száz mafiózó ajánlotta fel együttműködését a rendőrségnek. Az olasz országgyűlés egyharmada ellen folytattak valamilyen bűnügyi vizsgálatot. A kereszténydemokrata kormány összeomlott, és a korábbi miniszterelnök Giulio Andreotti ellen vádat emeltek a mafiával való összejátszás miatt. Ő tagadott. Tommaso Buscetta a családjával együtt ma is él valahol az Egyesült Államokban. Giovanni Falcone és Paolo Borsellino mindörökre megváltoztatta Olaszország arculatát. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Szacsvai László, Végvári Tamás, Pápai Erika, Kőszegi Ákos, Újréti László, Tarján Péter, Vándor Éva, Busz Gyula, Rosta Sándor, Versényi László, Szokolai Ottó, Dobránszki Zoltán, Izsóf Vilmos, Varga Tamás, Láng József, Makai Sándor, Tolnai Miklós. Magyar szöveg Vince Miklós, hangmérnök Pere László. Vágó Zöld Zsófia, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A szinkront az HBO készítette, produkciós vezető Végödör.